9 járás 51 települését szolgálják ki a kisvárdai autóbuszpályaudvarról induló közvetlen járatok. Évente mintegy 28 ezer autóbusz érkezik a pályaudvarra, és közel ugyanennyi indul onnan, ezek összesen 221 ezer utas szállítanak. Az állomás épületét még 2006-ban adták át. Ennek tetőterét már akkor is úgy alakították ki, hogy az beépíthető legyen. A bővítés most vált szükségszerűvé. Ez most megvalósult, a forgalműzem munkavállalóit ide helyeztük át, hiszen a munkavégzés szervezése ezt így indokolja. Szolgálati helyiségeket alakítottunk ki, 4 darab légkondicionált irodát, szociális helyiségeket, teakonyhát, forgalmi pénztárat. Így most ide kerül a forgalmi üzem vezetése, és itt fog zajlani egy helyszínen az ő munkájuk. A földszinti helyiségeket is átalakították a mostani fejlesztés során. Bővítették az autóbusz vezetői pihenőt, illetve ezentúl a váróterem is több utast tud fogadni. A beruházás nem csak gazdaságosabbá és hatékonyabbá tette az állomás működését, hanem a munkakörülményeket és az utaskiszolgálás minőségét is javította. Kisvárdának nem csak a nagy beruházások fontosak, hanem fontos olyan beruházás, ami tulajdonképpen a mindennapi törődést segíti, eligazítást, a jobb közlekedési infrastruktúrával alkalmazkodást, és úgy gondolom ez a tetőtér felújítása, ahol irodák úgymond kiszolgáló egységek jönnek létre, biztos vagyok benne, hogy ezt a törődést segít, és a város számára nagyon fontos, hogy ide látogatók, akár utazók, vagy csak látogatók is kapjanak megfelelő információt, hogy hogyan kell Kisvárdán közlekedni, mély módon érhető a belváros és egyéb területek. A szolgáltatások színvonalának növelése érdekében a járműállományt is fejlesztették a kisvárdai térségben. 2017-ben 4 új autóbuszt állítottak forgalomba itt. 2018. január 1-től pedig a szervezeti átalakítás során a kisvárdai üzemegységhez került a Sátoraljaújhelyi részleg irányítása is.